Sokan még csomagolnak, mások már útra is keltek. Az egyik legfrekventáltabb időszak a turizmusban a húsvét. Belföldön a wellness szállodák a legkeresettebbek a hosszú hétvégén, amelyek jellemzően már hónapokkal az ünnep előtt kiteszik a megtelt táblát. Rengetegen választják ilyenkor a Dunakanyart, Hollókőt, illetve a többi húsvéti programokat kínáló helyszínt is. Külföldön pedig a buszos utazások a legnépszerűbbek ebben az időszakban. Nagyon szeretik az utasaink tapasztalataink alapján a 3-4-5 napos külföldi autóbuszos programokat. Ide tartozik például Horvátország, Isztriai kiskörút, nagyon szívesen utaznak Csehországba, Szlovákiába, nagyon jó kis programok vannak Aranypraga elnevezéssel, amik egy rövidebb időtartalmú utazás, de egy kényelmes hosszú hétvége belefér, és gyakorlatilag nem kell a konyhában sűrögni, forogni. Közben már az is körvonalazódik, melyek az idei nyár legkedveltebb úti céljai határainkon kívül. A saját autóval vagy busszal utazók közül a legtöbben horvát, olasz és görög országba foglalnak utat, de hozzá kell tenni, hogy az előfoglalások alapján az Adria idén úgy tűnik veszített népszerűségéből. Igaz, közelsége miatt sokan az utolsó pillanatban döntenek az ide utazásról. Repülős utaknál pedig sokan a debreceni indulást részesítik előnyben. Ők főleg török és Spanyolországba, Bulgáriába, Egyiptomba, Mátára és Ciprusra mennek szívesen. Ilyen távoli utaknál sokat jelentenek a kedvezmények, ezek mértéke ugyanakkor a nyár közelettével egyre kisebb. A legnagyobb kedvezmények január 31-ig, utána február 28-ig, majd március 31-ig éltek, viszont aki szeretné a nyaralását biztosan tudni, érdemes még most is foglalni. Nap mint nap kapjuk az akciós e-maileket, hogy mely szállodák milyen kedvezményeket dobnak ki, és jelentős árkedvezménnyel tudják utasaink lefoglalni a nyaralásukat, úgyhogy még nem csúsztunk le semmiről. Már csak azért is érdemes mielőbb foglalni, mivel az elmúlt évekhez képest idén igencsak megugrottak az árak. Törökországban például 20-30%-os volt a drágulás. A szakértő szerint azonban remek ajánlatokat mindig el lehet csípni. Főleg a tengeri hajóutaknál jellemző, hogy nagy gyerek kedvezményt kínálnak. Van, ahol a 18 év alattiaknak teljesen ingyenes a szállás és az ellátás.